az egyik leglátványosabb a jármű üzemanyagok adója. Mit látunk ezen a téren, mi volt itt és hogyan változik meg? Az üzemanyag adóban, ami a jövedéki adó, itt érhető tetten érdemi adó emelés, hiszen a többi adó csomag változásnál, az adótételek változásánál általában az történik, hogy ami a veszélyhelyzetében van, azt átemelik az adótörvényben. Itt viszont jövőre mind a benzinnél, mind a gázolajnál egy érdemi jövedéki adó emelés van, ez 32 forintos mind a két üzemanyagfajtánál, és ez ráadásul nettó, tehát erre még majd rájön az áfa. Tehát januártól jelentősen érezhetően növekedni fog majd az üzemanyagok ára ettől az intézkedéstől. Tehát ez összességében nagyjából egy 40 forintos emelést fog jelenteni, amelyet szerintem azért is érdekes vizsgálni, mert ugye tavaly ősszel a kormány derogációt kért az Európai Uniótól, hiszen a hazai jövedéki adó elmaradt az uniós-tól. Ezóta azonban sok minden változott, például az euró-forint árfolyam, és bizonyos vélemények szerint ez az emelés ilyen mértékben nem volt szükségszerű. Hát mivel a derogáció nem történt, ezért az emelésre mindenképpen szükség volt ez alapján. Az, hogy az emelésnek a mértéke az pontosan mekkora, ez lehet kérdés. Vannak olyan számítások, amelyek szerint most ekkora emelésre nem lett volna okvetlen szükség, de ez attól is függ természetesen, hogy éppen milyen árfolyamok vannak. Ezt azért meglehetősen nehéz megfogni azt a pillanatot a forintnál, amikor egy viszonylag fix árfolyam van, tehát itt a kormánynak is lényegében kalkulálni kell egy árfolyamot, és ez alapján meghatározni, hogy mennyire emeli meg a jövedéki adót, de az, hogy volt és van egy jövedéki adó emelési kötelezettség, ez tény. A jövedék adó témakörét lezárva térjünk át röviden a légitársaságokra, ugyanis ezt a területet is érintették a változtatások. Itt milyen újításokat látunk? Itt valójában az jelenleg is érvényes szabályokat véglegesítik, mert ugye a légitársaságok hozzájárulása, így hívják hivatalosan, a magyarul repülőjegyadó vagy légiutasadó, ez extra profitadóként lett bevezetve azzal, hogy ez 2022-re és 2023-ra lesz majd érvényes. Most az adócsomag ezt egy fix, folyamatosan fizetendő adóvá teszi 2024-től, sőt már, hogyha elfogadják a törvényt, akkor is. Tehát lényegében a most is fizetett adót teszi már nem egy veszélyhelyzeti, ideglenes adóvá, hanem egy fix adóvá. Az indoklás szerint ez valójában egy zöld adó, tehát most már egészen más az indoklás, mint amikor eredetileg ezt bevezették, akkor ugye azt mondták, hogy mivel kiemelkedően nagy a profitja a légitársaságoknak, ezért vetik ki ezt rájuk. Most már ugyanezt az adót a folytatásban egy kvázi zöld adóként szedik be, arra való hivatkozással, hogy a kibocsátáshoz arányosítják, tehát a légitársaságoknak a széndioxid kibocsátásával arányos az adó, és így tartják ezt fenn. De ez nem jelent új terhet sem a közvetve ezt fizető légitársaságoknak, sem az utasoknak. Tehát ez már most is így van, amennyit ebből beépítettek a légitársaságok, illetve ezt fogják majd a továbbiakban is. Tehát minél kevesebb károsanyag kibocsátása van egy légitársaságnak, annál kevesebb adót kell fizetnie. Ez közvetve van így, tehát nem konkrétan a károsanyag kibocsátást határoz meg a törvény, itt a törvényjavaslat, vagy a jelenlegi szabályozás sem, de a szabályozásnak a jellegéből ez fakad tulajdonképpen. Több különadót is törvénybe foglaltak. Miket emelnénk ki itt leginkább? A légitársaságok is ilyen volt, de például ilyen a tranzakciós adónak, a tranzakciós illetéknek a kiterjesztése. Ezt is az extra profit adók között terjesztették ki a tőkepiaci műveletekre. Tehát ha valaki például értékpapír számlán ad vesz, akkor 2022. júliusától már erre is kell tranzakciós illetéket fizetnie. Ez is egy ideiglenes szabály lett volna eredetileg, ezt most bevezetik a tranzakciós illetékről szóló jogszabályba, tehát innentől ugyanilyen mértéket, mint eddig, már fixen kell fizetni ezek után, a tranzakciók után, és az egyébként az általános tranzakciós adónál alkalmazott felső határt is megemelik 6-10 000 forintra,
ami szintén most is így van, csak még veszélyhelyzeti szabályozásként. Ezen kívül voltak olyan jövedéki adószabályok, és például a népegészségügyi adószabályok, amelyek veszélyhelyzeti jogszabályként voltak bevezetve, szintén az extra profit adó részeként. Ezek is fixálódnak, tehát a népszerű nevén chips adóba kivetett plusz terhek, azok beépülnek az adójogszabályokba, és már nem ideglenes terhek lesznek, hanem fix terhek. De alapvetően itt is arról van szó, hogy ami veszélyhelyzeti plusz teherként, extra profit adóként lett kivetve, az most már egy állandó fix adóként lesz így. Ugyanúgy a jövedéki adóknál is van olyan szabályozás, például a dohánytermékekre, aminél a változás, a növekedés az most már bekerül a törvénybe, tehát nem csak rendeleti úton lesz szabályozva, de amit most beraknak a törvénybe, attól például a dohánytermékeknek a jelenlegi szabályok szerinti adója nem fog növekedni, hanem a jelenlegi rendeleti úton kivetett adót vagy adómértéket emelik be már az adótörvényekbe. Van-e egyéb olyan jelentősebb változtatás, amelyet meg kellene említenünk? Én például olyat láttam, hogy a 30 év alatti anyák adómentességét is beemelték most. Mi az, amiről ön szerint még beszélni kellene? Ugye nem csak a mínuszokat építik be, hanem a pluszokat is. Tehát például ugye 30 év alatti anyák kedvezménye, vagy más ilyen veszélyhelyzeti kedvezmény beépül a adótörvénybe, az SZJA törvénybe. Tehát itt sincs arról szó, hogy a jelenleg alkalmazott szabályokhoz képest valami megváltozna, akár a 30 év alatti anyák, akkor a 25 év alattiak adókedvezményén, vagy adómentességénél, hanem a jelenlegi szabályok már nem ideglenes szabályként, hanem egy adótörvénybe beégetett szabályként, fix rendelkezésként lesznek alkalmazva, de a gyakorlatban ez nem fog mindennapokban az érintetteknél változást okozni. Vannak olyan adószabálymódosítások, amelyek azért okoznak változást, tehát például a gépjármű adónál is a két részlet helyett majd egy részletben kell befizetni az adót, tehát vannak azért olyan módosítások, amelyek újdonságok, nem veszélyhelyzeti jogszabályoknak az átemelései, de azért döntő részt erről van szó, tehát igazándiból a legjelentősebb a már említett jövedéki adó emelés, ami valóban új dolog.